Önök a Líceum televízió adását látják. Sok szeretettel köszöntöm az Eszterházi Körkép nézőit. A héten folytatódtak a tudománynapi rendezvények, megrendezték az első összegyetemi gólyabát is. Most mutatom képekben, mely témákkal foglalkozunk mai műsorunkban. Az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar kutatási témáival ismerkedhettek meg az érdeklődők. Keringő, gólyaeskő, tombola, első egyetemi gólyabál. A martfűi rém, egri bemutató és közönség találkozó az Agria Plázában. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk, tehát az Eszterházi Körkében tartsanak velünk. A megújuló energiaforrások hasznosítása, az ózonlyuk problémája és a helyi gazdaságfejlesztés eszközei is górcső alá kerültek azon a fórumon, ahol az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar kutatási témáival ismerkedhettek meg az érdeklődők. A program a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része volt. November 8-án intézményünkben is megkezdődtek a Magyar Tudomány Ünnepe program sorozat rendezvényei. Ennek keretében olyan szakmai előadásokra is sor kerül, melyek nagyban segítik az intézmény kampuszainak integrációját. Ezt példázza a legutóbbi rendezvény, melyet a Gyöngyösi Károly Róbert Kampusz Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar képviselői szerveztek az Egri Lányka úti épületbe. A gyöngyösi kutatók a növénytermesztés, az állattenyésztés, a talajtan és az agrokémia tudományterületeken folytatott vizsgálataik eredményeiről beszéltek hallgatóságuknak. Prezentációjukban szó esett a megújuló energiaforrások hasznosításáról, de az ózonlyuk probléma aktualitásáról is. Előadásomat a megenergiaforrások vidékfejlesztés jelentőségéről tartottam meg. Ezt azért tartom egy fontos témának, mert napjainkban ez kimondottan populáris témának tekinthető, és nagyon sok olyan szereplő van a vidéki térségekben, akik szeretnének megenergetikai beruházásokat megvalósítani, legyen szó akár az önkormányzatokról, civil szervezetekről, vállalkozásokról, vagy magáról a lakosságról. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ez általában a vidéki térségekről elmondható, hogy egy hátrányosabb helyzetű területekről beszélhetünk, és nagyon fontos, hogy minél költséghatékonyabban történjenek meg ezek a beruházások, illetve minél jobb legyen ezekben a térségekben a helyi erőforrásoknak a hasznosítása. Ezért fontos, hogy ezek a szereplők, akik ilyen beruházásokban gondolkodnak, össze legyenek szervezve, és minél hatékonyabban történjen meg akár a pénzügyi, akár a természeti erőforrásoknak a hasznosítása. Nyugat-Európában már számos példát láthatunk arra, hogy az ilyen jellegű beruházásokat egy helyi közösség együttműködve valósítja meg, és kimondottan ne köré szerveznek egy vidékfejlesztési programot. Az előadásomban ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg egy víziót, hogy ez akár hogyan történhet meg a magyar vidéki térségekben. A program céljára az esemény szakmai vezetője dr. Patkós Csaba intézetigazgató nyilatkozott. Kettősnek titulálnám a rendezvénynek a célját. Egyrésztről ugye egy reprezentatív jellegű alkalom ez, Magyar Tudomány Ünnepe, hiszen itt egymásnak bemutatjuk azokat a tudományos eredményeket, amelyeket az elmúlt esztendők évtizedek kutatásaiból kiderítettünk. Másrésztről pedig ugye a nagy egyetemi integráció kapcsán Gyöngyös bár sosem volt túl messze tőlünk, de most még közelebb van, tehát egyesültünk, és igazából Mika János professzornak volt az ötlete, mi lenne, hogyha mi Földrajz és Környezettudományi Intézet bemutatkoznánk Gyöngyösön mi is, a gyöngyösieket is megkérnénk, hogy mutatkozzanak be nálunk, ugyanis a földrajz, mint tudomány alkalmas arra, hogy ezeket a tudományokat integrálja, és hát Gyöngyösön is folynak olyan kutatások, akár a megújuló energiaforrások, akár a vidékfejlesztés, bizonyos agrár, talajtani kutatások, turisztikai kutatások, amelyeket itt mi földrajzos szempontból, szemüvegen keresztül is művelünk. Tehát egyrésztről bemutatjuk egymásnak az eredményeinket, másrésztről az a jövőbe is mutat, hiszen a pályázatok, projektek megtervezésénél, kutatási programok kialakításánál most már igyekszünk egymásra is számítani, tehát Eger és Gyöngyös ebből a szempontból is egymásra talál. És az
A Földrajz és Környezettudományi Intézet oktatói a páros években saját kutatásaikat mutatják be, míg a páratlan években fontos nemzetközi és hazai dokumentumokat fognak feldolgozni. A most megkezdett közös munka a jövő héten a Gyöngyösi Károly Róbert kampuszon folytatódik. A tudomány mesdjéjén maradva folytatjuk műsorunkat immáron fiatal vendégemmel. Tanársegédünk egy ilyen igen komoly lehetőséget kapott és élt is vele. Kitartásának köszönhetően egy olyan újszerű és egyben hiánypótló jellegű munka született, melyet egy nemzetközi kiadó alig pár hónappal ezelőtt meg is jelentetett. Stúdiónk vendége tehát az ifjú kutató Orgoványi Gajdos Judit. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És köszönöm a megtisztelő felkérést. Beszélgethetünk erről a nem mindennapi és nagyszerű dologról. Én úgy emlékszem, ahogy gondolkodtam, hogy nagyjából hozzávetőlegesen egy éve voltál az Eszterházi Körkép vendége. Akkor az Európai Oktatás Kutató Konferenciáján szerzett tapasztalataidról és az ottani előadásodról számoltál be. Ott a didaktika, a szakmai fejlődés, a kezdő tanárokkal kapcsolatos kutatás volt a fókuszpontban, úgy emlékszem. Azóta gyakoroltad ezt a jó szokásodat, és számtalan rendezvényen vettél részt, ahol a kutatók számoltak be, hogy éppen mivel foglalatoskodnak, és itt jött az a nagy lehetőség. Légy szíves, avasd be abba, hogy a gondolattól, az ötlettől hogyan jutottunk el addig a kiadványig, ami most itt van veled. Jó. Tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy egy törökország konferenciára volt lehetőségem eljutni, és az ottani előadást követően egy tanulmánykötetben publikálni volt lehetőségem azt az eredményt, amire jutottam itt a doktori kutatásaim során. És ott jeleztem, hogy igazából ennek van egy olyan elméleti és gyakorlati háttere, ami tulajdonképpen egy oktatási programban állt össze, és ez csak jelzésértékű volt annak a tanulmánynak a végén, de egy kiadó felkapta a fejét erre a kis programra, és elkezdte érdeklődni ez iránt, hogy ez mit is tartalmaz, illetve hogy ez valami könyvformátumban megjelente, vagy lehetőség van ennek a megjelenésére. És tulajdonképpen ezt követően küldtem el a kéziratot, illetve akkor még vázlatot, és hát nagyon szimpatikus volt számára ez az oktatási program, mert hogy ugye itt a tanulmánykötetben is angol nyelven jelent meg az a tanulmány, amiről beszéltem, illetve ezt követően magát ezt a programot is tulajdonképpen angol nyelven véglegesítettem. Tehát ugye ez egy apró nüansznyi dolog nyilván, hogy angolul írta meg mindezt, Judit, nyilvánvalóan apostrofba mondtam mindezt, hiszen ez egy nagyon nagy dolog. És ez egyfajta olyan gyakorlatgyűjtemény, ugye mondtuk, hogy hiánypótló, amelyet a kezdő tanároktól elkezdve a több évtizede a pályán lévő pedagógusokon keresztül mindenki bizton forgathat, és talál benne magának úgymond olyan praktikát, amellyel különböző konfliktus helyzeteket, különböző a pedagógiai munkában előforduló nehézségeket tud megoldani. Ha én jól értettem az előzetes beszélgetésünk során, hogy gyakorlatilag mit tartalmaz ez a könyv. Légy szíves, mutasd be, onnantól kezdve nyilvánvaló, mondjuk el a címét. Igen, Teachers Professional Development on Problem Solving, Theory and Practice for Teachers and Teacher Educators. Kicsit hosszú címe van. Igen, tehát a tanári professzió fejlődése a probléma megoldás területén, elmélet és gyakorlat tanároknak és tanárképzők számára. Igen, tehát a cél az volt ezzel a kiadvánnyal, hogy ugye itt az előzetes kutatások, akár nemzetközi és magyar kutatások is bizonyították azt, hogy bármilyen a szakma bármely területén áll tulajdonképpen a tanár, legyen kezdőtanár, vagy akár már tapasztalattal rendelkező tanár, mindig vannak olyan kihívások, olyan új helyzetek, problémák akár, amivel szembesül, és amit valamilyen módon neki kezelnie kell. Hiszen ugye a társadalmi környezet, a gazdasági, technikai környezet folyamatosan változik, tehát igazából hiába alakulnak ki, úgymond nagyon jól bevált rutinok akár,
az évek során, ami egy természetes folyamat, mindig lesznek olyan új helyzetek, ugye ezen változások következtében, amik minden tanárt érintenek, tanítási tapasztalattól függetlenül. És az volt a célom ezzel a kiadvánnyal, illetve tulajdonképpen egy oktatási programot tartalmaz ez a kiadvány, hogy olyan gondolkodássegítő technikákat biztosítsak a tanárok számára, amelyekkel ők ezeket a kihívásokat tulajdonképpen fel tudják dolgozni. Tehát itt a probléma azonosításától kezdve az új ötletek kitalálásáig, és tulajdonképpen saját stratégiák megvalósításáig egyfajta vezérfonalat kapnak, tehát egyfajta gondolkodási vezérfonalat kapnak mindehhez. Tehát ez nem egy receptgyűjtemény, hiszen ugye minden szituáció más, minden diák más, minden tanár más, én nem lehetek ugye az ő helyébe, de azt abban tudok segíteni, hogy mik azok a technikák, amelyekkel, hogyha átgondolja azt az adott helyzetet, amiben ő belekerült, akkor segíthetnek abban, hogy egyrészt ugye nézőpontot váltson, kizökkentsen abból a megszokott szemléletből, kizökkenjen, hiszen ugye ha ugyanabból a szemléletből nézi azt az adott helyzetet, valószínűleg ugyanúgy nem fogja tudni megoldani, tehát mindenképpen szükség van egyfajta kibillenésre az adott helyzetből, illetve mik azok a technikák, amik abban segítenek, hogy új ötleteket, új megoldásokat találjon az illető tanár, és tényleg maga alkossa meg a saját megoldási stratégiáját. És tulajdonképpen ezeket a technikákat tartalmazza ez a könyv. Két nagy egységből tevődik össze, van egy elméleti része, ez az első 40 oldal az egy elméleti összegzés, igazából azoknak a nemzetközi, hát főleg nemzetközi kutatásoknak a szintézise, amelyek a témához kapcsolódnak, akár elméleti, akár gyakorlati oldalról, és a témát tág értelembe értem, tehát itt akár a tanári professzióhoz kapcsolódó témák, tanárrá válás fokozatai, illetve maguk azok a helyzetek, kihívások, amelyekkel a tanárok szembesülhetnek. A másik egysége tulajdonképpen ennek a kiadványnak, az pedig egy olyan program, oktatási program, amely a különböző ugye, technikákat kínál, amit mondtam már, ugye, hogy itt a probléma azonosításától kezdve a megoldás megtalálásáig. A reflektivitás egy jó pedagógusnak egy fontos jellemvonása, legyen az tényleg akár kezdő pedagógus, akár már régóta praktizáló pedagógus, de valljuk be őszintén, hogy ez gyakorlatilag egy igen nehéz kihívás mindenkinek, hiszen ahogy te is említetted, azok a rutinok, amelyek az évek során kialakulnak, igen nehéz. Az ember sokszor nincs is gondolom tudatában annak, hogy ő ezeket a rutinokat nap mint nap alkalmazza. Itt bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye mondtad, hogy nemzetközi kutatás, hogy nyilván a tudásátadás az gyakorlatilag bárhol zajlik, a lényege az, hogy valaki tud valamit, és ezt át kell, hogy valamilyen szinten plántálja az őt hallgatónak a fejébe, de hogy ez hogyan tud működni a Föld bármely pontján? Mitől tud ez működni bármilyen tanulásátadás tekintetében? Igen, tehát ugye, mint itt említettem, tulajdonképpen ezek a technikák és gondolkodási modellek, ezek ilyen tartalomfüggetlen modellek, tehát igazából az adott pedagógus a világ bármely táján ezekbe a technikákba bele tudja helyezni a saját kihívásait, problémáit, és tulajdonképpen ezek egyrészt szaktárgytól is függetlenek, pont ezért, mert ezek tulajdonképpen ilyen keretek, gondolkodás segítő keretek, és az, hogy ő mit helyez ebbe bele, hogy most ő egy szülővel való konfliktust, vagy egy motivációs problémát, vagy akár egy kollégával való együttműködés nehézségeit, és azt gondolja végig ezen technikák segítségével, az már az ő választása, és pont ezért tulajdonképpen ugye tanítási tapasztalattól is függetlenül lehet alkalmazni ezeket a technikákat, illetve ugye teljesen szaktárgy függetlenek ezek a technikák. Tehát ugye ezt a pedagógiai oldalt járja körbe, illetve ebbe segít a tanároknak, tehát hogy mindazt, amit szeretnének adni, vagy ki szeretnének alakítani a diákokban, milyen nehézségei lehetnek, milyen akadályokba ütközhet a tanár, és ennek a pedagógiai átgondolásában segít tulajdonképpen ez a kiadvány. Te ezt a munkát során nap mint nap alkalmazod önmagadon? Igen. Tehát én már gondolatban, hogyha olyan helyzet van, ami úgy érzem, hogy picit máshogy szerettem volna, vagy még valamit változtatni szeretnék, akkor ezekkel a technikákkal átpörgetem,
hogy tehát megvannak ezek a technikák, hogy akkor mi lehetett az oka, vagy akkor milyen új szempontot lehet még figyelembe venni, és akkor én ezeket már automatikusan alkalmazom, igen. Ez jó, hogy erre van lehetőség, hogy ezt a pedagógusok kézbe vehetik, forgathatják. Esetleg tovább gondoltad-e már, hogy ilyen képzők képzése tekintetében, hogy erre van-e lehetőség, hogy ezt a gyakorlatgyűjteményt egy kicsit úgymond lemodellezni egy apró, kis csoportos foglalkozás keretében, mondjuk éppen tanárképző intézmények tekintetében. Van erre lehetőségen? Igen, egyfelől ugye maga a program megalkotása és kipróbálása az itt az Eszterházy Károly Egyetemen történt levelezős hallgatókkal, hiszen nekik van is egy olyan kurzusuk, aminek tulajdonképpen ilyesmi a témája, ilyen esetmegbeszélés, konfliktuskezelés, és ők nagy örömmel fogadták ezeket a technikákat, és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptam ezekről a technikákról, ezekkel a technikákkal kapcsolatban, és itt fölmerült igen bennünk is a kérdés, ugye Falusi Ján professzor úrral, aki az én téma vezetőm, és aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy ez a könyv létrejöjjön, hogy valóban akár országos szinten is lehetne egy képzőképzését tartani, ahol is ugye a pedagógia területén tevékenykedő és tanárképzésbe bevont kollégákat szintén bevonnánk ebbe a programba, illetve ők is ugye kipróbálhatnák, és hogyha úgy gondolják, akkor akár ezeket tovább is adhatnák, terjeszthetnék, népszerűsíthetnék. Úgyhogy gondolkodunk ilyesmiben. Igen, ez még ez lenne a következő kihívás. Igen. Szeptember környékén jelent meg a kötet, és ugye ennek az is a úgymond nagyságát növeli igazából, hogy az esetek többségében Magyarországon egy könyvkiadás ugye úgy történik, hogy van egy jónak vélt téma, és akkor ezt ugye egy adott kiadóhoz, vagy több kiadóhoz elküldi az ember, és akkor a kiadó eldönti, hogy ezt ő most megjelenteti, és ennek a költségeit azért általában a szerző állja, hiszen ez egy nagy gazdasági befektetés. De most, hogy itt e tekintetben másról volt szó, hiszen bíztak benned annyira a kiadó, ez a Sense Publishers. Tehát bíztak benne annyira, hogy ebben segítettek téged. Hogyan, milyen módon tudunk most hozzáférni ehhez a kötethez? Interneten lehet számos portálon hozzáférni, ugye az Amazon a legnépszerűbb ilyen nemzetközi könyvportál, úgyhogy ott is megtalálható, de nagyobb nemzetközi kiadók oldalain is meg lehet rendelni, úgyhogy igazából ott hozzáférhető most. Gondolom izgalommal várod, hogy vajon majd hogyan, biztos lesz majd valami fajta visszaigazolás neked, hogy fogy, ugye? Igen, évente, tehát ugye kötöttünk egy szerződést a kiadóval, és abban az áll, hogy évente kapok visszajelzést arról, hogy hány érdeklődő volt a könyv iránt. Na majd egyszer erről is beszámolunk, de nem ez az egyetlen egy könyv, ami a te tolladdal ékeskedik mondhatni, hanem azért van egy másik kötet is, aminek a társszerzője vagy, ugye? Igen, az egy tulajdonképpen társszerkesztője vagyok, ugyanis az pont annak a konferenciának, a úgymond konferencia kötete, amit itt az elején említettél. Ugye tavaly volt egy nagyszabású nemzetközi konferencia itt az egyetemen, ahol számos nemzetközi kutató is ellátogatott ide az egyetemre, előadást tartott, és az előadások alapján megírt tanulmányok kerültek ebbe a másik tanulmánykötetbe. Mellette olyan kiváló doktoranduszok, hazai neveléstudományi doktoranduszok írásaival, akik szintén itt voltak, és sikeres plakát előadással színesítették ezt a rendezvényt, és ennek a kötetnek, illetve ugye amit most bemutattunk, ennek a másiknak lesz együtt november 21-én a könyv bemutatója, itt a Líceumban és a 213-as teremben délután 4 órától, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várok, akik kicsit közelebbről szeretné megismerni akár ezt a kötetet, akár a másik tanulmánykötetet. Még abba avasd bele, légy szíves, Judit, hogy doktori jelöltként hol tartasz most? Hiszen azért már vannak kézzelfogható eredményei a kutatásaidnak. Hol tartasz most a fokozatszerzésben? Igen. Ugye a 3 éves tanulmányaimon túl vagyok, leabszolváltam, és most a sikeres szigorlatot tettem szeptember elején, és van tulajdonképpen 2 évem arra, hogy az értekezésemet benyújtsam, műhelyvitára bocsássam, és utána még egy év áll rendelkezésemre, hogy aztán azt meg is védjem. És tulajdonképpen most ugye a disszertációt írom, folyamatban van a disszertáció megírása, körülbelül olyan 70%-nyi
anyag az már készen áll. Uh-huh. Hát a fejemben már nagyjából az egész, de nyilván azért még ezt úgy össze kell dolgozni, fésülni, hogy aztán abból tényleg egy végleges tudományos munka szülessen. Hát a feladat nem kevés, de úgy gondolom a kitartás meg az aktivitás az benned van, úgyhogy sok sikert kívánok ehhez is, meg a könyvbemutatóhoz is, és bármi újdonság van, akkor szeretettel várunk ismételten itt az Eszterházi Körkép stúdiójában, számoljunk be róla, hiszen ezek olyan információk, amelyek nem csak azt mutatják, hogy jó irányba haladunk, hanem új információkat tudnak akár a pedagógus kollégáknak is, új praktikákat tudnak ezáltal ők is elsajátítani, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Köszönöm neked. Szépen. A pedagógus képzésről volt szó a Gyakorlóiskola szakmai fórumán is, nem sokára erről beszélgetek, következő stúdió vendégeimmel, tartsanak velünk. Tradíció és innováció a tanárképzésben, a kampuszokkal való együttműködés jegyében címmel kétnapos szakmai találkozóra hívta az EGRI Gyakorlóiskola, a Sárospataki és a Jászberényi kampusz tanár és tanítóképzéssel foglalkozó szakembereit, hogy egymás jó gyakorlatait megismerve hatékony együttműködés, közös gondolkodás alakulhasson ki. Stúdiónk vendége Sándor József, az Eszterházi Károly Gyakorlóiskola igazgatója. Köszöntöm a stúdióban, igazgató úr! Ez egy állomása volt a kampuszokkal való együttműködésben, hiszen nemrégiben itt ültek a kampusz vezetők, és ők is elmondták, hogy számukra is fontos célkitűzés az, hogy megismerjék egymást, hiszen egy nagy közösség lettünk az egyetemmé válás kapcsán, és ugye az Eszterházi Károly Gyakorlóiskolát rektor úr mindig az ötödik karként emlegette. Most a gyakorlóiskola tett egy lépést a kampuszok felé. Ennek egy második állomása volt ez a mostani kétnapos szakmai találkozó, mert ezt megelőzően volt már egy nyitás. Mi volt ez a rendezvény? Igen. Rektor úr azt a feladatot kaptam, amely mondjuk szívemhez közel áll, illetve az iskola tevékenységéhez, hitvallásához, hogy azzal, hogy július 1-én létrejött az Eszterházi Károly Egyetem, a pedagógus képzés három kampuszon jelen van. A három kampusznak eltérő hagyományai vannak, hiszen Sárospatak Koméniuszig nyúlhat vissza Egerbe a tanítóképzéstén, ugye az első magyar nyelvű tanítóképző itt indult, szép hagyományokkal rendelkezett, ezt próbáljuk újjáéleszteni, és azért az utolsó 60 évben nagyon sokat tett a magyar pedagógus képzésért, tanítóképzésért, óvodapedagógus képzésért, Jászberény is. Igen, de egy intézmény lettünk, mondhatom úgy is, hogy egy hajóba, csónakba kerültünk, és hogyha a csónak hasonlatnál vagyok, akkor nagyon fontos az, hogy egy irányba és azonos csapás számmal tudjunk evezni. Magyarán a meglévő tanítóképzési programokat, amelyeken ennek a találkozónak a gerincét adták, szeretnénk egységesíteni, hiszen közös lesz a beadandó, akkreditálandó tanítóképzési program. Ennek vannak úgynevezett belső, mondhatni gyakorlóiskolához kötött gyakorlatai, és mi szeretnénk az, hogyha egyformán nagyon jó felkészültségű intézményünk hírnevét öregbítő, a szép hagyományokat továbbvivő jó felkészült tanítókat tudnánk a magyar köznevelés területére bocsájtani, és ez fontos, hogy azonos elvek, azonos szervezési, azonos értékelési elvek szerint folyjon ez a munka. Nyilvánvaló, hogyha elkezdünk levelezgetni, abból is lesz előbb-utóbb valami, ami létrejön, de nyilvánvaló, hogy a személyes találkozás, a megismerkedés nagyon fontos annak érdekében, hogy egy csapatba együtt tudjunk dolgozni, és ennek keretében fűztünk fel egy program sorozatot, ahogyan szerkesztő asszony is utalt rá, két részből áll. Egyik a képzők, a gyakorló intézményekben dolgozó pedagógusok együttműködése, a másik pedig a tanulói tevékenységekben is nyilvánuljon valahogyan meg az, hogy közös intézmény lettünk, ezért az ősz folyamán az iskolánk
tanítóképzését felelős igazgatóhelyettes asszonyával, Csontosné Bodnár Gyöngyikével felkerestük a kampuszokat, az iskolákat, és eléjük tártuk ezt a tevékenységrendszert. 4 versenyt hirdettünk, vagy találkozót a diákok számára, és természetesen a diákokat elkísérik a pedagógusok, tehát a tantestületek közeledése is megindulhat ezzel. Ezek közül az első, ami éppen utalás történt, ez az angol nyelvi prezentációs verseny volt. Ezt december közepén egy képzőművészeti közös kiállítás, vándorkiállítás fogja követni. A témát kiküldtük, most remélhetőleg szorgosan dolgoznak a diákok, és majd a 3 intézmény pedagógusai zsűrizik a képeket. A tavasz folyamán egy közös természettudományi verseny, és a tavasz vége felé áprilisban a hagyományos anyanyelvi versenyünkhöz kapcsolva szeretettel látjuk a Jászberény és a Sárospataki diákokat is. Ez az első rendezvény úgy hiszem, hogy jól sikerült, és a célnak megfelelő volt, hiszen 7-8 fős csapatokkal érkeztek a partner intézményekből a diákok, nagyon lelkesen adták elő a kiválasztott témához kapcsolódó prezentációkat, hiszen ez volt a versenynek az első fordulója. Itt is meg kell köszönnöm Szűcsné Hütter Öszter idegennyelvi munkaközösség vezető asszonynak a nagyon lelkes szervező munkáját, a pedagógiai intézetünk támogatását, a munkaközösség szervezésben végzett munkáját, és a zsűrizésben pedig az angol nyelvi tanszéknek a közreműködését, hiszen az első szóra a szakmódszertanos és oktató kollégák is nagyon készséggel álltak a rendelkezésünkre. 3 helyszínen folyt az előválogatás, a gyerekek bemutatták a prezentációjukat, akiknek az előadás módja, a tartalma a legsikeresebb volt, akkor 3-at választottak, és ők jutottak a második fordulóba. Második fordulóban egy képről rögtönözni kellett, és így alakult ki aztán a végső sorrend, amely úgy hiszem mindenkinek a megelégedettségére szolgált, hiszen egri sárospataki diákok is nyertek ezen a versenyen, jó szerepeltek a jászberényiek is, én bízom, hogy ez egy lépcsőfok, egy szép hagyomány lesz. A másik síkról is, hogy szó essen, a pedagógusok együttműködéséről, ez volt ez a kis konferencia, amelyet itt Egerben tartottunk, még egyszer azzal a céllal, hogy a képzőhelyek effektíven hallgatókkal foglalkozó vezető pedagógusai, tanítói, a belső helyek gyakorlatokat szervező helyettesei, és a kampuszok tanítóképzés gyakorlati képzésének a felelősei, oktatói együtt beszéljék meg, hogy mik azok a dolgok, mik azok az elvárások, mik azok az elvek, amiben együtt lehet dolgozni. Természetesen mi voltunk a kezdeményezők, igaz, nálunk még csak ugye 3. éve folyik a tanítóképzés, de megmutattuk, hogy hogyan szervezzük, milyen elvek alapján szervezzük ezt a tevékenységet. A Pedagógus Képzőközpont főigazgatója, illetve Magyar István programigazgató tájékoztatást adott arról, hogy hogyan néz ki Egerben az egész pedagógus képzésnek a gyakorlati rendszere, hogyan szervezzük. Dr. Virág Irén tanszékvezető asszony tájékoztatást adott arról, hogy milyen elvek alapján szerveztük a tanítóképzést itt Egerben, és Csontosné Bodnár Gyöngyi kolléganő pedig az, hogy hogyan valósítjuk meg a gyakorlatokat. Ezeket megbeszéltük a kollégáinkkal, lehetőség volt óralátogatásra is, 2 kollégánk a matematika teréről egy teljesen
elbűvölő és káprázatos órákat tartottak. Egyrészt Ládiné Szabó Tünde 2 hónapja iskolában járó kis elsősekkel nagyon érdekes, az egészségnevelési héthez is kapcsolódó matematika órát mutatott be nekünk, míg a 4. évfolyamosok köréből pedig Vágásiné Vajda Rózsa egy nagyon sokoldalúan a matematika gerincén, de szinte minden műveltségterületet és kulturális értéket magába foglaló órát valósított meg, mutatva azzal, hogy milyen tantárgyi koncentrációkra van lehetőség, akár egy matematika óra keretein belül is. Ezekről az órákról is eszmét cseréltünk, és természetesen a jövőről is. Hogyan utaltam rá, versenyek ezt a tanévet átölelik. Az intézmények pedagógusai közötti egyéb, tehát ennek a szakmai együttműködésnek a folytatásaként tavasszal szeretnénk Sárospatakra látogatni. Őszintén reméljük, hogy akkorra, hiszen a tanítóképzési programot is újra akkreditáltatni kell, tehát ez az akkreditációra kerülő anyag elkészül, reméljük az intézményi szenátusnak sikerül elfogadni, és akkor már ennek az új programnak, a belső gyakorlatainak a tartalmi szervezési megvalósításáról is tudunk érdemi eszmecserét folytatni. A belső gyakorlatoknak a megszervezése nyilván a szakmai háttéren túl nyilván az infrastruktúrális lehetőségektől is függ. Ez a mostani 2 napos találkozó, ugye most elmondta igazgató úr, hogy megfelelő elméleti és gyakorlati háttérbe is betekinthettek a kollégák, és ezt követően azért volt egy kis informális megbeszélésre is lehetőség. Melyek voltak azok a fókuszpontok, amelyeket közösen megoldandó feladatként beszéltek meg a kollégák e tekintetben, hogy hatékonyabb, gördülékenyebb, eredményesebb legyen ez a fajta hallgatószervezési folyamat minden városban és kampuszon. Igen, tehát ugye jelenleg első lépésként megkezdődött a programoknak a közelítése, de még elveikben egyetértettek a képzőintézmények, de nyilvánvalóan a hallgatók egy rendszerben vannak, amivel elkezdték a gyakorlatokat. Ezeknek a tartalmába, szemléletébe, amennyit a jelenlegi keret lehetővé tesz, erről kötetlenül beszélgettünk, eszmét cseréltünk, és ahogy mondtam, a fő hangsúly majd azon lesz, hogy amikor az új közös program indul és felmenő rendszerbe, akkor első évfolyamtól kezdve egészen 4. évfolyamig hogyan fejlesztjük a leendő tanítók kompetenciáit. Mi nagyon szeretnénk olyan gyakorlati programot megvalósítani, ahol már az első évfolyamtól kezdve a 4. évfolyamig a gyerekek közében minél több tevékenységet közös interakcióval valósítsanak meg, tapasztalati tanulás legyen előtérben, a tapasztalatszerzés a vezetőpedagógusoktól, tapasztalatszerzés a konfliktuskezelésben, tapasztalatszerzés a szabadidőszervezésben, a tevékenységszervezésben, értékelésben, óraszervezésben, tehát hogy minél többet együtt tudjunk dolgozni a hallgatókkal, minél jobban átvegyék azt a szemléletet, munkaszeretetet, elhivatottságot, amellyel a vezető pedagógusaink is rendelkeznek. És hát egy igazi aktív, lubickolós hétre érkeztek gyakorlatilag a kollégák, hiszen a gyakorló iskolában számtalan párhuzamos program zajlott ezekben a napokban. Egyrészt ugye a gyakorló iskola a gimnáziumi képzésének első nyílt napját is megtartották, ugyanakkor egy egészségnevelési hét volt, ami már hagyományos rendezvény, és minden évben nagy szeretettel fogadják a diákok, hiszen a különböző korosztályú gyerekek különböző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt, és hát minden mellett azért a gyakorlóban is zajlottak a gólya hétnek a vicces feladatai. Igen, tehát már úgy gondolom, hogy karácsonyig ebből a fordulatból nem is nagyon fogunk visszavenni. Valódi gyakorlós pörgés van most, így van, ahogyan szóba került, több síkon is. Hát ezek közül az egészségnevelési hét az egyik legrégebbi témahetünk, ahol a táplálkozás, az egészséges életvitel,
a testmozgás megszerettetése mellett az első segélynyújtás lehetőségeiről, de másokért való gondoskodás terén ekkora időzítjük a iskolai véradónapot is, amelyen nagyon szép számmal vesznek részt a diákok, és természetesen, mint ahogy utaltam rá, a legpicibbektől a legmagasabb korosztályokig a tanórák témájában is utalunk nyilvánvalóan az egészség fontosságára, az életmódra, az egészséges életvitel kialakításának a szükségességére. Természetesen ugye minden korosztályban más-más módszerekkel, más-más programokkal történik ez, de nagyon lelkes csapat vesz részt. Az egészségnevelési munkacsoport tervezi szeptembertől a munkatervünk alapján ezeket a tevékenységeket, és minden korosztálynak megvannak azok a gesztori, akik egy-egy újabb programmal rukkolnak elő, hogy mindig érdekes legyen. Úgyhogy ezek az épületeket is áthatják, hiszen gyümölcsszobrászattól kezdődően, amelyekkel a legkisebb diákok kápráztatnak el bennünket, a plakát kiállításig és mondom a véradásig mindennel lehet ilyenkor találkozni az iskolában. Akik itt vannak, azoknak fontos a szocializáció. Tervezi az alsó tagozatunk is, hogy az első negyed év után, a beszoktatás után a szülőkkel egy közös összejövetelen értékelik ezt a szakaszt, erősítik a szülői közösséggel való együtt gondolkodást, együtt munkálkodást. És fontos az, hogy akik középiskolába érkeztek, ugye ők is elköltöztek a gólyák, ők még kicsit itt maradtak, talán holnapig, és aztán lehetetik az esküt, és ezután ők is teljes jogú tagjai lesznek a gyakorlóiskola diák közösségének, és ehhez kapcsolódóan a elmúlt év diák igazgatójának a vezetésével, ugye utolsó évesek különböző vidám próbatételek elé állítják a 9. évfolyamos diákokat. És a beiskolázás, hiszen valakik szocializálódnak, itt vannak közöttünk a közösségbe, illeszkednek, de természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy jövőre is lesz szeptember, és igényli is a tágabb lakó környezetünk, hogy meg nekünk is érdekünk az, hogy az iskolánkról minél teljesebb képet kapjonak az iskola választók. Így van, ahogyan szóba került, először a 6 évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumunk tartott nyílt napot, egy jó félosztányi tanulás iránt, nyelvtanulás iránt elkötelezett diákot várunk ebbe az osztályba, hiszen nagyon jó lehetőségeket nyújt azoknak a tanulóknak, akik már most abban gondolkodnak, hogy majd felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni, hiszen a nyelvi programunk lehetőséget nyújt arra, hogy 10.-11. évfolyam végére akár felsőfokú nyelvvizsgát tegyenek. Itt van a kifutóban lévő 2 évfolyamunk, ahol már mindenkinek érettségie van 1 vagy 2 tárgyból, plusz nyelvvizsgákkal rendelkezik, és ugye mivel egy emelt szintű érettség is szükséges, ezért az a lehetőség is adott a számukra, hogyha megvan a nyelvvizsga, akkor a középiskolás éveknek a utolsó 2 évét, a gimnázium utolsó 2 évét afelé még intenzívebben igénybe tudják venni az iskola felkészítő tevékenységét, hogy nagyobb sanszuk és jobb eredményük legyen az emelt szintű érettségi vizsgán. És várjuk azokat, akik később döntik el, később érnek. A 4 évfolyamos gimnáziumunknak a jövő héten, hétfőn, 21-én lesz nyílt napja. Oda nagyobb tömeget várunk, hiszen a középiskolánk a hagyományos szakokkal, emelt szintű képzésekkel várja a diákokat, tehát az általános képzés mellett énekzene, képzőművészet, angol nyelv, informatika és fizika tagozaton is várjuk a tovább tanulni vágyó diákokat. Mi azt mondjuk, hogy jöjjönek el hozzánk, nagyon sok mindent nézzenek meg, nagyon sokat kérdezzenek, hogy jó döntést tudjanak hozni, hogy az Eszterházi az az iskola, ahol ők szeretnének tovább tanulni, és hova szeretettel várjuk őket. Hiszen a gimnáziumunk immár negyedszázados lett,
nagyon sok szép eredménnyel büszkélkedhetünk. Itt a tévében is lesz diákjaink részéről visszaemlékezés. A kezdetektől fogva a zene és a vizuális kultúra egyik sajátossága volt a gyakorlóiskolának, és a elmúlt 25 év legtehetségesebb diákjai, képzőművészei a jelenlegi diákokkal, tanárokkal együtt közös produkciókat fognak előadni ebből az alkalomból, kicsit ráirányítva talán még így is a gyakorlóiskola gimnáziumára a figyelmet. És a programoknak nincsen vége, mert jelentkeznek azok, akik már a felnőtt társadalomba készülnek, és ennek jelt is szeretnének magukon adni. Magyarán gombavatóra fog sor kerülni, ezzel fogjuk szinte a fél évet zárni, a 12. évfolyamosoknál fog erre sor kerülni, és ahogy közeledik az advent időszaka, mind a városi, mind pedig a gyakorlóiskolai egyetemi rendezvényeken is szép számmal fognak a diákjaink megjelenni. És egy hosszú éves szép hagyomány, ami úgy szintén a gimnáziumban teremtődött meg, az úgynevezett angyalműhely, amely a jótékonyság, az adventhez köthető jótékonysági célokat foglalja magában. Idén is egy nagyon-nagyon szép célt tűzött ki magának a javarészt ezt a diák önkormányzat szervezésében megvalósítandó rendezvény. Kiket támogatnak idén, mi a cél, és milyen adományokat vár majd az iskola közössége, hová juttatják majd el ezeket. A Szórvány Magyarság napján november 15-én tettük közzé a felhívásunkat az idei angyalműhely céljával kapcsolatban. Két területet jelöltünk meg. Egyik a moldvai Szórvány Magyarság támogatása, a másik pedig hagyományosan a kárpátaljai fiatalok, diákok támogatása, és ezzel kapcsolatban hirdettük meg az angyalműhely akciót. Mit várunk az angyalműhelybe? Hát a szokásos cipős dobozkába egészen óvodás korosztálytól 17-18 éves fiatalokig terjedően apró figyelmességet, egy kis karácsonyi ajándékot, de bizony, ahogyan látogatást tettünk Lészpeden, Magyarfaluba, Somoskán, Moldvába, vagy éppen Szürtén is. Nagyon örülnek az ott élő magyarságukat őrző családok annak, hogyha esetleg tartós élelmiszerrel, vagy jó állapotban lévő, tiszta, használható ruházattal segítjük őket. Összegyűjtöttük, hogy körülbelül 300-350 dobozra lenne szükség ahhoz, hogy maradéktalanul eleget tudjunk tenni ezen négy település karácsonyi ajándékot váró, illetve támogatásra szoruló családok segítésében. Én remélem, hogy az iskola szülői közössége, tantestülete és a rendkívül lelkes diáksága segítségünkre lesz, mint ahogy eddig minden évben sikerült a nemes célunkat megvalósítani, ebben az évben is sikerülni fog. Reméljük, hogy valóban ez a siker övezi majd ezt a programot is, és az igazgató úr által említett rendezvényekhez, és ehhez sok kitartást kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ahogy igazgató úr is említette, november 18-án a gyakorlóban is felavatták a gólyákat. Kicsit korábban, november 15-én rendezték meg az első összegyetemi gólyabált a Hotel Egerben. A teltházas, elegáns környezetben együtt buliztak az intézmény különböző kampuszairól érkezett gólyák. Azok, akik nem jutottak el a partira, a következő képsorokat nézve, ha virtuálisan is átélhetik annak hangulatát, a bejátszást követően pedig itt lesz velünk a bál királya és királynője is. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause oh, we'll say a little prayer. The door, if the answer.
Nagyon sok szeretettel köszöntenék minden kedves Eszterházis gúlya lányt és gúlya fiút. Nagyon fontos kiemelni, hogy történelmi évfolyam vagytok, egy történelmi évben. 243 éve várjuk ezt, hát legalábbis 243 éve várják az Eszterházisok, hogy végre egyetem legyen Egerben, és ez most sikerült. És ennek az egyetemnek ti vagytok az első egyetemi évfolyam, úgyhogy egy nagyon nagy tapsal szeretnélek titeket köszönteni. Itt van az M2, a Petőfi TV. Miért vagytok itt? Milyen célból? Meddig lesztek és hogyan kerültetek ide? Hát szerintünk ez a gólyabál, ami itt van Egerben, ez egy egyedi dolog. Tehát nem sok olyan gólyabált láttam, még én sem, ahol, ami egy igazi bál, ami a fiataloknak az első bálozása, és úgy gondoljuk, hogy ezt mindenféleképpen rögzíteni kell. Emellett nyilván lesz egy patinás vendég, aki már most zenél, a Margaret Island, mellettük sem kell elhaladni, a tévének nagy kedvence, mi nagyon sokat foglalkozunk velük. Mindemellett, visszatérve az előzőre, egy olyan dolgot, a fiataloknak egy olyan bulizási, szórakozási lehetőséget mutatunk meg, ami nem biztos, hogy arról szól, hogy féktelenül szétcsapják magukat, hanem ezt lehet teljesen kultúráltan, egyetemi keretek között színvonalasan csinálni. Megmondom, ezt szerintem még most tapogatózunk a gólyabálok tekintetében. Tavaly is már nagyon-nagyon sok gólyabálon voltunk, és idén is ez már nem is tudom, ötödik vagy nem tudom hányadik gólyabál egy hónapon belül, és mindegyik teljesen más, és mindegyik másért jó. És egyébként a Margaret Island-et egy fesztiválzenekarnak kategorizálnám be, akik ilyenkor télen bebújnak a klubokba, és a klubszezon toljuk végig a gólyabálok mellett. Egyébként itt Egerben már játszottunk a Gödör klubban, és jó párszor voltunk itt. Nekem személyes kötődésem annyi, hogy a volt osztályfőnököm gimnáziumban itt tanult nálatok. Úgyhogy szeretjük Egert, és tök jó, hogy közel van Budapesthez, úgyhogy nem kell annyit utazni. Esik test a testbe, feledkezve, bőrigázva szeretkezne, de végtelen, csak veled lenne a történet. Ha esik test a testbe, feledkezve, bőrigázva szeretkezne, de végtelen, csak veled lenne a történet. Idén az eddig évektől eltérően kicsit más helyszínt választottunk, egy régebbi helyhez nyúltunk vissza, ez maga az Eger Hotel és Park szálloda. Itt kettő teremmel tudtunk gazdálkodni, így jelentősen több hallgatóval tudtunk számolni, és a számításaink ugye be is jöttek, tehát a tavalyi évhez képest 150%-kal több hallgatótársunkat sikerült elérni. Jelenleg is nagyon jól érzik magukat itt mögöttünk a háttérben, és reméljük, hogy nagyon kellemes emlékekkel térnek majd haza. A Gyöngyösi Campus képviseletében ti is szép számmal jelentetek meg az összegyetemi gólyabálon. Hogyan érzitek magatokat idáig? Igen, ezúton is szeretnék megköszönni a meghívást az EGRI Campus gólyabára, az EHÖK részéről. Nagyon színvonalas rendezvényen van szerencsénk részt venni, és rendkívül jól érzük magunkat. A vacsora fenséges volt, a fellépők, a Margaret Island és a Tutti Frutti is rendkívül szórakoztatók, és hatalmas hangot csinálnak itt az EGRI gólyabálon. Itt állunk a gólyabál szépségverseny győzteseivel. Itt van mellettünk először a hölgyel, kezdeném Surman Dóra, aki a bál királynő lett. És itt van mellettünk Juhász Dániel, aki a bál király. Hát azt szeretném kérdezni tőletek, hogy számítottatok-e arra, hogy ti fogtok nyerni? Először nyilván a hölgyet szeretném kérdezni. Igazából nem számítottam rá, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, de nagyon örülök neki, és köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, és aki így döntött. Úgyhogy köszönöm. Dani?
Hát én úgy gondolom, hogy először is Benére számítottam, hogy Bene Martin fog nyerni, a legjobb barátom, az egyik legjobb barátom itt az egyetemen, de aztán köszönöm mindenkinek, aki szavazott rám, és aztán, hogy engem választottak, én ennek nagyon örültem, ez egy örökre szóló élmény lesz számomra. Ebben biztos vagyok, ugye nagyon fontos megjegyeznünk, hogy nem egy szimpla gólyabálon nyertetek, hanem ugye tudjátok, hogy ez az első egyetemi gólyabál, tehát gyakorlatilag az Esterházy Károly Egyetem első bál királynője, és bál királya van itt mellettem. Kedves nézőink, ahogy ígértem, már is itt van a stúdiónkban a két bál király és királynő. Sok-sok szeretettel üdvözlöm a gólyabál szépeit, akik nem mást, először a hölgyet szeretném bemutatni. Surman Dorottya, testnevelés közművelődés szervező szakos hallgatónk, illetve Juhász Dániel, turizmus vendéglátás szakos hallgatónk. Ők azért ugye civilben hallgatóként járják itt a kampusznak a különböző épületegységeit. Mielőtt még erre a nagyszerű gólyabára térnénk ki, aminek a képsorait az előzőekben láthatták kedves nézőink, azért szeretném, hogyha beavatnátok a hétköznapi életetekbe is, hiszen első éves hallgatóként vagytok az Esterházy Károly Egyetem hallgatói. Meséltek egy picit, hogy vettétek az akadályokat az elmúlt hetekben, hónapokban. Dorottya, kezdjük talán veled. Miért éppen erre a szakpárosításra esett a választásod, és hogy érzed magad itt Egerben? Már nagyon régóta testnevelő tanár szeretnék lenni, így igazából nem volt kérdés, hogy milyen szakot válasszak. Tudtam volna mással is párosítani, de a rendezvényszervezés elég közel áll hozzám, így esett erre a választásom, és egész jól viselem az akadályokat, mert nagyon messziről jöttem, úgyhogy nagyon sokat kell utaznom, minden hétvégén hazajárok, meg vissza, de nagyon élvezem, és elégedett vagyok a képzéssel, a sulival, a kampusszal, úgyhogy nagyon sok jó. Barátot sikerült már szerezni, reméljük. Igen. Az a jó, hogyha jó a társaság. És veled mi a helyzet? Hát én ugye turizmus vendéglátáson vagyok. Én már egy jó ideje eldöntöttem, hogy vendéglátásban szeretnék foglalkozni, ezért is választottam. Aztán ugye két nyelvvizsga szükséges, nálam ez kihívás, és próbálom teljesíteni. Hát eddig az akadályok nagyon jól mennek, én is messziről jöttem, kollégista vagyok, aztán hétvégente hazajárok, és hétközelején visszajövök. És nagyjából ezt vártátok az egyetemi léttől, amit eddig kaptatok? Igen, ezt vártam, hogy nem sokkal nehezebb lesz. Én is arra számítottam, hogy majd több olyan órám lesz, ami majd megerőltetőbb lesz számomra, de nem. A gólya létnek az első állomása a gólya tábor. Ti voltatok-e, és hogy éreztétek magatokat, Dorottya? Igen, voltunk, és rettentő jól éreztem magam, mert nagyon hamar megtaláltam azt a kis közösséget, ahol be tudtam illeszkedni. Hamar befogadtak a rókák, a rókaszüleim is nagyon kedvesek voltak, ők segítettek kollégiumot keresni, mert elsősorban nem vettek föl sehova, és így kerültem be utána a kollégiumba, úgyhogy nagyon kellemes érzéssel és pozitív élménnyel távoztam a táborból. Tehát akkor ez sem volt annyira rossz élmény, mint amit így előre festik, hogy jaj, majd össze-vissza szivatnak. Jó volt. És nálad mi a helyzet? Én is voltam, rengeteg ismerőt szereztem. Mi már egy baráti társasággal mentünk, szóval így könnyebb volt a beilleszkedés. Aztán pedig ugye a csapatokban én is megtaláltam a hangsúlyt. Oké. És akkor szépen, ahogy teltek, múltak a napok, folyamatosan illeszkedtetek be az intézmény életébe, a kollégiumba, és eljött ez a november 15-i szép őszi nap is, amikor a gólyabára invitálták az első éves hallgatókat. Ez egy különleges gólyabá volt ugye az intézmény életében, ezt bizonyára tudjátok, hiszen ez az első összegyetemi gólyabá volt a Hotel Egerben, és ez egy meghatározó élmény szokott lenni majd, hogyha évek múltán visszagondoltok, nektek meg aztán így pláne meghatározó lett, hogy ezt a tisztet kivívtátok magatoknak. Hogyan készültetek? Volt már egy előválogató, hiszen a bál királyát és királynőjét már előzetesen kereste a HÖK szervezőbizottsága, úgyhogy ti azért már jelentkeztetek erre, úgyhogy gondoltátok, hogy lesz valami feladatotok az estén. Hogyan készültél?
gondolom, hogy a hétköznapokban is a megjelenésedre nőként ad, de gondolom, hogy itt azért egy kicsit hozzátettél még valamit, mesélj erről. Hogyan választottad a ruhádat, a sminkedet, meg egyáltalán hogy zajlott ez az egész? Hát igyekeztem valami nagyon elegáns és alkalomhoz illő ruhát választani magamnak, nem kihívót, de azért elég csinosat. És hát ez sikerült is megtalálnom, egy nagyon szép fekete-fehér fűzőt kaptam édesanyukámtól erre az alkalomra. A sminket magam készítettem, az is ruhához illően, és igyekeztem a legjobb formámat hozni. És a férfiak számára mi a megfelelő elegáns outfit mostanság ilyen fiatal férfi számára, mint te is vagy? Hát szerintem egy hosszú szűkítettünk, egy szűkített zakóval és egy csőszáró öltönadrággal. A szépségiparról, magáról mi egyébként a véleményetek erről az egész különleges, furcsa celeb világról, ami körülveszi ezt a fajta iparágat? Mennyire van hozzá közötök, mennyire követitek, vagy miért tartottátok egyáltalán fontosnak, vagy lehetőségnek az, hogy megmérettessétek magatokat? Most talán kezd előtte. Hát egy jó barátom is indult ezen a versenyen, és úgy gondoltam, hogy mivel őnek is nagy a baráti köre, így én is megpróbálom vele felvenni a versenyt, aztán a barátok, a család támogatott, és így sikerült megvalósítani. Engem bíztattak, hogy jelentkezzek. Több olyan ismerősöm volt, aki mondta, hogy esélyes lennék, és hogy ezt nem szabad kihagynom, mert egyszer vagyok gólya, egyszer van ilyen lehetőségem, úgyhogy ezekkel a jó érvekkel meggyőztek, és így jelentkeztem, bár már előtte voltam több ilyen portfólió készítésen, úgyhogy igazából így ez a kamera dolog nem volt idegen nekem, de azért izgultam. De hát azért megkaptátok a megfelelő pozitív visszajelzést, hiszen az este közepén, végén, éjfél környékén a te fejedre került a korona. És mit szólsz a párodhoz? A virtuális, vagy a gólyabeli párodhoz, mert azért valljuk be őszintén, hogy Dorottyának van igazi párja is. Nagyon örültem, hogy Dani lett a bál király, mert mi már gólyatáborban megismerkedtünk, tehát nem voltunk idegenek egymás számára, és ugye utána nekünk táncolni kellett egyet, és szerencsém van a Danival, mert nem botlábú, úgyhogy egy nagyon-nagyon alkalmas pár volt erre, úgyhogy örülök, hogy Dani lett a gólya. Dicsérnem te is egy kicsit a királynőt. Én is örülök, hogy őt választották, hiszen ugye, ahogy ő is elmondta, a gólyatáborban már ismertem, többet beszélgettünk, aztán jól kivettünk egymással. Mondtad, hogy ugye a rendezvényszervezés az közel áll a szívedhez, és esetleg a jövőben valami hasonlóval szeretnél foglalkozni. Ez esetben azért nem hátrány, hogyha valaki csinos, valljuk be őszintén. Ugye? Igen. Jól gondolom? Igen, van előnye is. Valami hostess munkát, vagy bármi ilyesmit csináltál már, mert említetted a portfólió fotózást? Nem, mindig csak voltam, meg hívtak, de akkor valahogy mindig úgy alakult az életem azon szakasz, ahol mindig visszaléptem a lehetőségektől. Hát akkor hát, hogyha most ez egy nagyobb önbizalmat ad, hogy a tekintetben is felvedd esetleg ezt a lehetőséget, bál királyként és királynőként, milyen a jövőben, mit szeretnétek képviselni a hallgatótársak felé? Nyilvánvaló, ez egy olyasfajta megbízatás, ami a következő évig tart, majd a koronát akkor Dorottya átadhatja. Mi az, amit szeretnétek sugározni a hallgatótársak felé? Hát jövőre elsősorban azt, hogy majd mi is tudjunk bíztatni a többi gólyát, hogy jelentkezzenek, mert megéri, meg ez egy örök emlék marad, nagyon sok boldogságot okoz, hát én szerintem a gólyabál óta én csak mosolgok és örülök mindennek és mindenkinek, úgyhogy igazából példát mutatni azzal, hogy mindenki szép, minden nő is, mindenkinek van esélye. És te a férfi társaknak? Hát azt tudom úgy, hogy mi kevesen indultunk, De megéri megpróbálni, ez egy nagy tisztesség. És szerintem mindenkinek egyenlő esélye van. És még egy összértékelést szeretnék tőletek kérni, hogy ti ezek után, hogy nyilván megtörtént a koronázás, de ezt megelőzően is hogyan éreztétek magatokat életetek gólyabáján? Mennyire sikerült jól a rendezvény szerintetek? Mi az, amit kiemelnétek? Itt látszott a bejátszásban, hogy igen jó volt a hangulat, és nagyon-nagyon sok érdeklődő volt idén is. Hát a fellépők szerintem nagyon jók voltak, ez egy jó választás volt. Az egész estét végig táncoltuk, jó volt a társaság, és maga a rendezvény is.
Egyetértek. Mikor én beléptem magába az Eger Hotelbe, én nagyon izgultam, hogy mi vár ma ránk, milyen lesz a vacsora, és nagyon kellemeset csalódtam, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki megszervezte nekünk ezt a gólyabált, mert szerintem ez egy felejthetetlen élmény marad mindenkinek, a zene rettentő jó volt, és nagyon élveztük azt mindannyian a barátaimmal, hogy nem csak páran táncoltunk, hanem sokan, és egy nagyon jó hangulatot adtunk magunknak. Na hát örülök, hogy audiencián fogadtatok és elmondtátok ezt. Képviseljétek továbbra is ezt a pozitivizmust, ami árad belőletek a hallgatótársak körében, és biztassátok őket arra, hogy minél több ilyen összegyetemi rendezvényen vegyenek ők is részt. Reméljük, hogy titeket is sok helyen látunk majd még. És az elkövetkezendő kihívásokhoz, ami mondjuk az első vizsgai időszakot, meg ZH időszakot jelenti, sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Köszönöm én is a beszélgetést. Egerben is bemutatták a Martfői Rém című új magyar trillert. A vetítést követően a közönség találkozón Sopsics Árpád rendező avatta be a hallgatóságot a film készítésének kulisszatitkaiba. Az év legjobb magyar filmje, sorozatgyilkosos krimi, Rettegéstől a mámorig, a valóság három oldala. Sopsics Árpád legújabb rendezése a Martfői Rém. Az EGRI közönség kedden este vetítés és közönség találkozó keretein belül találkozhatott a filmmel. Gondolom, hogy ez a film azoknak az alkotásoknak a sorába illeszkedik. Van ilyen film több is az elmúlt néhány évben, amelyek műfaji alapokra építkeznek, tehát valamilyen műfaji eszközkészletet használnak fel. Ebben az esetben talán a thriller, talán a krimi, talán a bűnügyi történet, és ezeknek az eszközöknek a segítségével mesélnek ezek a típusú filmek kortárs történeteket, vagy olyanokat is, ugye, mint ez a film, ami ugye 40-50 évvel ezelőtt játszódik. Műfajából és eszköztárából fakadóan a film erős hatást gyakorolt a közönségre. Ebben nagy szerepe volt a felvett képeknek. A film operatőre Szabó Gábor, az egyetem oktatója. A mozi mindenkit magával ragadott. Eléggé felkavaró élmény volt, főleg belegondolni abba, hogy igaz történet. És nyilván a film tudása szerint, vagy inkább azt mondom, hogy a rendező tudása szerint a legjobban próbálta ábrázolni az ott történteket, és elég felkavaróra sikerült szerintem a film. Mindenképp egy nagyon felkavaró, de igényes film volt, és hát nehéz most így megfogalmazni így a dolgokat. Mindenképp tényleg egy nagyon emlékezetes alkotás, a Martfői Rém, és igazából külön nagy ereje van, amiatt, hogy igaz történet, és hogy egy magyar film, tehát ez itt a mi országunkban történt meg évekkel ezelőtt, így én kifejezetten hatása alá kerültem emiatt. A közönség találkozón elhangzott, hogy a film forgatása sok előkészületet igényelt. A dísznet valódi, korhű tárgyakból állt. Egyes darabok a rendező saját gyűjteményéből kerültek ki. A forgatókönyv alapját körülbelül 4000 oldalnyi jegyzőkönyvből alkotta meg Sopsics Árpád. De engem az érdekelt, hogy ez egy összetett és komplex történet egy korszakról, és itt magát érdekelt egy gyilkosságsorozat, ez volt a Kádár rendszer első gyilkosságsorozata. Ráadásul felderítetlen, ráadásul valaki ártatlanul ül, ráadásul egy szisztéma el akarja tusolni, siettet egy dolgot. Tehát olyan dimenziói vannak, társadalmi, politikai, pszichológiai dimenziói, ami egy összetett film. Nem arról van szó, hogy van egy gyilkos, van egy nyomozó, aki majd végül elkapja. Az nekem, annál sokkal érdekesebb történetek vannak, mint ez a történet, csak ennek sok levelje van, sok szintje, sok dimenziója, sok értelmezési tartománya, és ez azért érdekelt. A megrázó eseményeket feldolgozó film egy új oldalról kapott megvilágítást a főleg fiatal hallgatókból álló közönség számára. De itt is szembesülök azzal, hogy igenis veszik a fiatalok, ha nem is minden rétegét, aki akkor nem élt, annak ezek nem úgy, azok nem élményszerűen. De bizonyos dolgokat a mai fiatalok ugyanolyan élményszerűen átélhetnek, a hamis vád érzését, az igazságtalanságot, a bürokráciát, a hatalom eltussolást, vagy a hatalom által sugalt eltussolást, a kényszerpályákat, tehát az érzeket. Ez húsba vágó
ugyanúgy mindenkinek. Nem vagyunk mindig egy hullámhossza. Minket a közbiztonság érdekel, és nem a maguk hullámhossza. Tisztelt Bíróság, a vallomások közt ellentmondás van. Nekem az nagyon fontos volt, hogy ez a generáció is megismerkedjen ezzel a történettel, mert azt gondolom, hogy ez egy elég összetett és archetipikus történetnek érzem. Tehát ugye ez annak idején ez egy justice mord volt, tehát ez egy igazságügyi tévedés, vagy egy bírósági tévedés, és az rendszerfüggetlen. Az, hogy ennek milyen következményei vannak, és hogyan működik, az már rendszerfüggő. A film operatőre Szabó Gábor, a Mozgókép Kultúra és Média Ismeret tanszék oktatója volt, vele a jövő héten kolléganőm Herczog Csilla beszélget. Tartsanak velünk tehát akkor is és a hét minden napján is. Megfázásmentes napokat kívánok, viszontlátásra!